júliusban a legszínpompásabb a felújított búzatéri piac, hiszen ekkor kínálják legtöbb portékájukat az árusok. Bár az eper és a cseresznye szezonnak vége van, és lassan leírik a meggy is, mégis rengeteg áru van a standokon. Jelenleg kajszibaracból van dömping az eladóknál, még annak ellenére is, hogy a tavaszi fagyok megtizedelték a termést. Aki befűzni szeretné az illatos gyümölcsöt, most kell megtennie. A sárga barack kilóját 300 és 500 forint között kínálják a termelők. Most érkezett tetőpontjára a hagyma, az uborka, a paprika és a paradicsom is. Ezeknek az ára augusztusban lejjebb megy. Jelenleg 200 és 350 forint között juthatunk paprikához, a paradicsom kilóját pedig 300 és 550 forint között mérik. Most visszaugrott egy kicsit a múltkori hideg idő, az mindig ingadozó, mert szabadföldi az egyszerűen megsül, nincs eső, az napéget nem minőségi, lecsóba beleteszik, de viszont most, hogy asztalra tegyék egy-két szem paradicsomot, ahhoz üvegházi vagy fóliás kell. És most a hideg idő véget visszament az ára. Ennyire időjárás függő az uborka is, hiszen ha nincs eső, kisül, ha pedig öntözik a termelők, akkor az az árán is meglátszik. Jelenleg 80 és 200 forint között kaphatjuk meg ezt a zöldséget. Vöröshagymát 200-250, burgonyát 100 és 180 forint között kínálnak a piacon. Lassan megkezdődik a magyar dinnye szezonja is, de hazai málnából és szederből is bőséges a kínálat. Őszi barackot 300 és 400 forintos áron szerezhetünk be. Az árusok tapasztalata alapján hétvégén megnő a kereslet a levezzöldségek iránt. A sárgarépa kilója 300 forint, a petrezselyemé pedig attól függ, hogy csomós vagy kilós. Jelenleg a cukini iránt csökkent a kereslet, ezért ebből a zöldségből kevesebbet tartanak a piacon az eladók.